Virtus Pro vagy Mouse Sports? Na melyik? Virtus Pro. A tömeg őket akarja. Tömeg őket akarja. És nekem bocó. Mindegy. Mouse Sports. Ugye jön az a train, ahol vezet a Virtus Pro, ha csak a LAN-t nézzük, ha csak a V4-es LAN-os mérleget nézzük a Mouse Sports ellen. Az a baj, hogy nem írhatom fel a saját szavam. Igen, tényleg, hiszen szóval muszáj Mouse Sportot mondanom, még ha Virtus Pro-t is gondolok. Na most hát meglátjuk, hogy megdőle az elmélet. Hát ha nem, akkor az ítélek azok mind hiába voltak. Az pedig kár lenne. Azért pedig nagyon nagy kár lenne. Igen. Itt kijöhet-e a LAN-os rutin, mert azzal nem tud versenyezni a Mouse, a Virtus Pro. Hát és a közönség igazából, szerintem. Biztos, hogy segít nekik, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen lélektani előny. Azért, hogyha a Mouse-sportos lennél, ott ülnél, és minden egyes frag után így kiabálnának, és őrjöngenének az emberek, az neked sem lenne annyira jó. Próbálnád persze kizárni az egészet, de ezt azért valahol nem tudod. Főleg ugye pont beszéltük, hogy... Igen. Hogyha a játékosok kommunikálnak egymással, megnyomják a mikrofon gombocskát, amivel ők is egymással beszélgetnek logikusan, akkor ez az összes külső hang, így van, ez azért behallatszik a fülükbe, és nem tudom, hogy mennyire kellemes az, mikor egybe Robz azt hallgatja, hogy Pasa Biceps nevét üvölti mondjuk 4-5 ezer ember, vagy akár több is. Hát meg mennyire kellemetlen az, amikor lelövik, és utána őrjöngetnek. Igen, tehát tudod magadról, hogy elbuktad azt az 1v1-et, és még őrjöngenek is. Ez kicsit ilyen dupla, mintha beléd szúrnánk és még egy kicsit így megforgatnak. Igen. Igen, hát sok minden eldől most, konkrétan minden. És ahogy nézem, itt az MVP cím kiosztása is utolsó pályára marad, mert ha statokat nézzük, akkor még mindig Mihu vezet 1.32-es ratinggel, viszont Oscarnak és Robsnak is 1.22-es ratingje van 10 pálya után, és Snacksnek még 1.20-as. Tehát e között a négy játékos között, aki most nagyot villant, az valószínűleg nem csak a LAN-t nyeri meg, hanem az MVP címet is. Hát igazából a Pasa az abszolút neki köszönhet, nem csak neki, de azért a Kebből szomba elég. Nem is mondtam. Igen, de ezt most én csak mondom, hogy akinek én a döntő alapján így ja, odaadnám ezt az MVP-t. Az egyelőre Pasa, aki tényleg nagyon szolid volt ezen a pályán, viszont ezt ne felejtsük el azért, hogy Robz is a Mirázson elég nagy nyomot hagyott a Virtus Pro-ban, szóval szerintem ezen a harmadik pályán ez el fog dőlni, hogy tudja-e folytatni Robz akár ezt a magas teljesítményt, vagy Pasának lesz és folytatódik a jó szériája, vagy Mihu megint fellép egy 30 valamivel, és akkor Virtus Pro lebombázza a Mouse Sportot. Próbálom azt kivenni, hogy ki melyik oldalt kezd, de ha jól látom, akkor a Mouse Sports lesz CT-ben, ugye? Vagy kés lesz itt a Sider, így a harmadik pályán? Nem, biztos el van döntve. De én azt gondolom, hogy ugye VP-knek nagyon nagy szerepe lesz, AVP-knek, úgyhogy... Ezt akartam kérdezni, hogy a Kabul-el ellentétben itt most belefér? 2-3-4-5 VP? Néztük, hogy a dupla AVP-s felállást nem nagyon használták. Nem is volt rá pénzük igazából, mert a Mouse Sportnak egyáltalán nem volt bankja, amiből ezt tudta volna finanszírozni. Nem is az izére, most trénre gondolok, amikor múltkor játszott trénen a Mouse-ot, néztük, hogy ők dupla AVP-vel állhatnának fel, és nem használták csak a legvégén, azt hiszem. De én azt gondolom, hogy ha már az MVP-nél tartunk, akkor az AVP-sek fognak most egy kicsit előrébb törni. Úgyhogy én... rájuk szavazni. Hát Mihu mondjuk nem AVP. Igen, de... ezért mondom, lehet, hogy ő most hátrébb fog maradni, és Oscar előre tör. Lehet. Most viszont előre fog törni két ismert név, két már legendásan ismert név, Bondedi és Kuli. Üdvözlünk újra minden kedves nézőt, tehát akkor megyünk be a harmadik pályára, trénre. Azonnal beszállunk. Másodperceken belül konkrétan. Csapatok már úgy, ahogy készen állnak. És a Mouse-nak egyébként nincsen jó sora mostanában a trénen egyáltalán. Nem megy nekik úgy a pálya, hogy szeretnék. Hát ez nézőpont kérdése. Az egyébként szabad... már kikaptak itt a V4-en egyszer. Igen, az tény és való, de azért mégis. Tehát más ez a szituáció ugye a nagy döntőben, amikor picit ott van a játékosokon a nyomás, itt különösen a Virtus Pro-nál olyan, hogy tényleg minden feljebb jutnak, annál szexiben kezdenek el játszani, az abszolút igaz, és hát mind a két oldalon van egy-két olyan AVP-s, aki bármelyik pillanatban meg tudná fordítani a dolgokat, és ez leginkább talán Oscarra fog majd vonatkozni. Láthattuk, hogy gyakorlatilag Mihu a csapatban egy eléggé komoly
választásnak bizonyult, és egyenőre úgy néz ki, hogy mégsem kezdünk, ugyanis van egy némileg minimális kis pauz, Chris Jay-ek még ugyanis állítgatják valószínűleg a TS-t, úgyhogy még nem fogjuk elkezdeni a mérkőzést, de annyi baj legyen, így kicsit tollászkodunk, kényelmesen elhelyezkedünk, úgy van, és most gyakorlatilag elvileg folytatódik a mulatság, lehet látni egyébként, mennek a HF-ek, a közönség tombol, és hát elkezdődik gyakorlatilag a mindent eldöntő harmadik pálya, a Mausz pedig T oldalon kezd, Virtus pedig védekezik, és úgy néz ki, hogy ez egy ilyen kinti támadás lehetséges, talán, nem tudom pontosan, valószínűleg négyesből ki fognak özölleni. Beesnek a füstök, eddig nagyon szép, beesik egy flashbang, viszont Bialik szépen tisztes távolságból védik a dolgokat, Mihu egyelőre nagyon jó poziban, egy fejes beakadt, következővel nem jön össze, Robsz és Sunny is egy-egy killt össze tud kaparni, és ott a következő is, ketten maradtak Neo, a veterán, egy fejes, azonnal vissza van lőve Oscar által, és szólóban maradt Snacks, akit igazából már láthattunk megvadulni az USP-vel, ott van az első. Még két játékost kellene elcsípni, viszont ezen a pályán minden utility nélkül iszonyatosan nehéz. És már valaki kerül is, és Chris Jay végül fejbe tudta őt lőni oldalra rakó irányából. 1-0 tehát a Mauznak ezúttal. Kellett, mint egy falat kenyér. Hát itt is ember legyen a talpán egyébként, aki meg tudja ítélni, hogy pontosan melyik oldalnak kedvez igazából ez a pálya. Tehát ismervén egyébként a Virtus Pro-t, szerintem ők is T-oldalon fognak remekelni, inkább a támadás volt mindig is az erősségük. Tehát a védő oldalon pedig ott van Oscar, aki hihetetlen miket tud művelni, Sunny kinéz középen, megvan az entry. Lássuk, hogyan lesz a folytatás, hogy Oscar tartja. Scout-tal, de Pasa visszalövi, azonnal az előző fregelt, Robs hullik el, Sunny pedig 7 HP-val. Aztán, hogy 4 HP-val kell bujkálnia a pályán. Temérdek infója van Neónak azzal, hogy Bentel nem kell foglalkozni, Snacks is egészen kitolt a hatos. Úgyhogy körülbelül tudni lehet, hogy középe jön a mulatság, Sunny még ott van, de Neo el tudja csípni. Jaj, de finom, és Sunny. Sunny ugye vége. Mihu, hatalmas fejeska Poszkártól, Pasa pedig teljesen ki van füstölve egyelőre, nem igazán tud mit hozzátenni ez a körhöz. Próbálja keresni a lehetőséget, és hopp. Pasa közben kilövi Chris Jay-t hatos vonalán. Ott volt egy csodálatos B-t négyes, és el tudta lőni Oscar-t, 27 HP. Ez még problémát jelentett, ott van Neo-Mystico. Ebben a formában. Ó, megvan, így van. Egyszer már nagyon ráfázott az AVP-vel szembe, de hát Scout-tól talán nem volt ennyire vészes a szitó, és Neo a világ szeme. Előhet simán Oscar-t. Oscar-t simán előhet, és Stico már sokkal nehezebb szituáció lesz, így van, megvan neki Oscar-t. A bomba nem ment le, és 30 másodperc van hátra, van Neo-nak ideje közel kerülni, de nem tudja ellőni Mystico-t. És még leteszi a bombát, hogy esetleg megkapja a lóvét. Na, pont nem ment még le, de... Talán nem ment le, igen. Szerintem sem ment le. 2-0, nem jött össze a force buy a lengyelek részéről, úgyhogy... De veszélyesebb volt, mint kellett volna lenni egyébként. Nagyon jó volt egyébként, ez még akár meg is lehetett volna. De hát, győzött a Jobbik. Kirepül a füst. Oda néz, milyen next level füst megy. Megdobta a füst. Oda néz a next level füstöt bentre. És már is ezerrel tódulnak befele, és itt van Pasa, aki egyet elbír lőni. Ott a következő játékos, de innentől kezdve ugyebár már számítanak rá, és Stico nagyon szépen aprítja az ellenfeleket, bár túl sok HP-ja nem maradt. Tehát nem igazán fenyegeti semmilyen veszély, HR ugyanis nincsen nagyon lehetőség, nincsen pénz. Oscar még kilőtte a negyedik játékost, és egyedül maradt Snacks. Hopp, itt van mellette egy ember. Budiból. Hallotta már ezt. Budiból dekolni. Hát igen, itt Snacks itt valamit csinálhatna igazából. Nincs értelme szerintem túlélni a oldalba is tudja adott esetben lőni talán, de hát nem, így meg... nem. Így nem. Lehet, pont ezt akarta elkerülni, hogy Chris Jay-nek vagy az SMG-sének pénzt nagyon, hogy ez 600 dollár ölésenként az eléggé finom tud lenni. És itt van Stico-nak az entry-e, a dupla, óriási belépő, és ott a harmadik. Majdnem meglett a negyedik is. Nem sokon múlt valóban. Nagyon kevés HP-ja maradt. De hát túlélte, csak ez számít, és jön a fegyveres kör. És nincsen AVP a CT oldalon. Igen, nincs rá. Igazából nem biztos, hogy túl sok mindent jelent. És megint csak beesnek a füstök. Ja, a force közben Pasa inkább megvette a scoutot, mint hogy inkább spórolt volna magának a VP-re. Majdnem be is jött egyébként a számítás, jó lett volna. Gyönyörű a fregelést. És mostantól elkezdődik valójában a játék is.
így a fegyveres körülbelül Krisztián is tud regálni, de csak egyet, nincs tovább, Sanin is elhullik. Nagyon szép. Megérkezett a Virtus Pro is a játékba az első fegyveres körben. És a közönség is megérkezett velük együtt. Masszív tombolás. Hát igazából túl nagy gondot ez a kinti füstös buli nem nagyon okozott a VP-nek. Na hogyan tovább? Simán rá tudnak még vásárolni a mauzék. Semmi probléma, tehát túl sok mindenem mondjuk robszak nincsen. De Oszkárnál ugyanúgy ott van az AVP, aki ezúttal hatos felől próbálja meg valahogy kiszedni az arra közeledő Mihut. Ha esetleg picit bátrabb lesz a kelletén, akkor az még okozhat némi problémát, de beesik a füst. És egyenőre állóháborút láthatunk. Viszonylag alap felállás, 3 kint, 2 bent. És meg... Ó, ennyi, eddig tartott! Páran megpróbálták ezt a mouseboardot, de hát sajnos túlerőben vannak. Ez egyszer el volt csütve. A Virtus rajongók. Robznak kell szerintem előre mennie és próbálnia valamit a mouseboardból. A Dezi előtt tudna leginkább információt szerezni, és akár úgy, hogy beakasztani egy fejlővést is. Közben Oszkár kap egyet. Oszkár az eléggé kevés HP-val élte túl ezt a találkozót, Mihut pedig konkrétan per pillanat el sem találták, és már is jön a forgolódás bentről, valaki érkezik, hogy segítsen hatosra. Adjuk meg a Mouseport Zuckeret, ami nagyon kitartóak volt. Nagyon. De így kell ezt csinálni. Nagyon szépen húzza az időt a VP. És 45 másodperc, úgyhogy egy ilyen 20 sek múlva nagyon el kell kezdeni támadni, és egyelőre még nem biztos, de nagyon úgy tűnik, és logikusnak tűnik a kinti, megvan az első kill, Pasa közben eldől, ismételten a szokásos jelenet, egy embert ott tartanak, és kettesével hullanak a Virtus Pro játékosai, Neo kiszaladt középen, megvan a bomba, Sunnyval már nem bír el, és ezzel visszaveszi a gyeplőt a Mouseports 4-1. Ami nagyon szép volt Neónak az elképzelés, akár be is akadhatott volna az a fejlővés, de hát azért nem volt annyi nafta most benne Neóban, illetve a Mouse játékosa is szépen reagált. Chris J-nek a dupláját láthattuk itt a visszajátszásban. Ez a szépen elindította a kört. 4-1, és ugye elveszett még megint a loose bónusz, ekózni kell a Virtuséknál, de elég csak egyet, és mindenkinél van egy P250, és Neónál egy heg a zsebben. Ki tudják, ha használni a P250 előnyeit, vagy közelebb kéne kerülni, az közel volt többször is, igen, és meg is lövi Bayernnek a lábát azonnal, megfogta egy kicsit azt a VP lövedéket. Előre Stax, nem koppan a fej, de most ebben a pillanatban megvan, belefusson a molóba, Oszkár lövi el közben Neót, 4v4. És itt nagyon jól véd egyelőre a Stax, akár abból meg lett volna még egy is egyébként. Krisz válaszolt. Veszélyes ez a P250, hogyha hamarabb tud rádézni, de hát Oszkár az AVP-vel egyelőre már a második játékos tudja elcsípni. És Biali. Az ott egy fej, és hamarosan érkezik a következő, de Krisz győzött. Nagyon jó volt a trade pasától, van fegyver, de ott van Stikov is, és végül Robs az, aki behúzta a killt. Figyelj, egy teljesen hétköznapi sportkörhöz képest abszolút elfogadható ez a kettő kill. Ott az első figyelt a flankre. Nagyon jó volt az időzítés meg a megérzés Oszkártól. Ó, és ugye első fényveres körben nem volt VP, most viszont van kettő is, természetesen Pasánál és Snaxnál mennek be. Már most a korai gránátok ára a Mausztól, de nem látnánk, ugye nem látjuk azt, hogy be akarnak menni. Egyre csak bedobálnak. Neo az egyetlen egyébként, aki ott védekezik, és Robs nagyon agresszív, tudják, hogy kijött egyesen, egyelőre nem nagyon talál el senkit, viszont az övé a lerakó, és két HP-ból éli túl, Neo pedig azonnal el tudja őt lőni. Ezzel úgy tűnik, hogy Robsnak a pályafutása egy könyv parkoló pályán. Ó, ez egy nagyon jó kill lehetett volna, de Mihu azonnal kifejlett ott a következő Mihutól. Csodálatosan játszik az ifjú lengyel szerzemény. És hát ezzel 2v5-ben eléggé nehéz dolga lesz Oszkárnak, és szerintem nem fogják megtenni azt a szívességet, hogy benéznek eléd, kivéve Mihu, aki nyilván azonnal fejlővéssel honorálja. És jön Stiko, ő is elhal. Két fej, de ez vissza, azonnal. Ez így gyerekjátéknak tűnt. Jött Mihu, bármire nézett, azonnal fej, nézd meg, bum. Gyönyörű szép játék Mihutól. Igen, és itt az utcsó. Bim. Azt a mindenit. Gyönyörű szép játék. 5-2. És van másik pénz a Mausznál. Nincsen gáz. Így van. Mind a két oldalon jól megvannak állva a fegyverekkel. Kijöjjön Stiko, neki csak egy desert Stiko jutott a pénzekből.
ilyet már láttunk, ilyen hozott kört láttunk már a Maustól. Óriási csata van a közönségen egyébként, hogy kinek kell jobban szurkolni, ki az, aki jobban szurkol. Igen, nem csak a szervereken van küzdelem, hanem a közönség soraiban. De aranyosak a Maus szurkolók. Kevesen vannak, de nyomják neki, és ez a legfontosabb egyébként. Nem hagyják el a csapatokat egyáltalán. Na, hogyan tovább, Biali? Aha, ez nagyon fontos. Ott van egy, és visszalőni egyelőre úgy tűnik, hogy nem tudja senki. Nem is nagyon szépen visszazár. Chris J-nek lett volna talán lehetősége, de nagyon pici volt az a gap, az az idő, amíg megtehette volna, és Pasa. Bomba nélkül jön be a B, érdekes döntés a Maustól. Mondtad inkább fura. Nem rossz ez egyébként, mert ezt még innentől kezdve bárhová lehet fordítani, és nézd meg a kinti védelem, az teljesen el van tájolva, már nagyon-nagyon közel van Chris J, viszont ott van még valaki MTV környékén, a bombát most szedik csak fel, 38 másodperc, a lerakót egyenőre Chris J letisztázta, és megvan egy hatalmas killer Biali, higgadtan, nyugodtan. Mi négyesből megvan az AVP, ott a következő, így van, de viszont Chris J most érkezik meg a site-ról, de továbbra is emberelőnyben van a Virtus Pro. Snacks érkezik hatos irányából, át fogja tolni a füstöt, és az okozhat problémát, és ó, bizony a létra! A létrának nem örül, és ott van végül a VP! 5-3! Lehet szedni a bombát, kezd elfogyni a pénz, de mivel le van téve, ezért még az is előképzelhető tényleg, hogy rá fognak venni ismét Miu, bármikor egyébként rávált a kamera, mindig két embert ellő. Kitörő lelkesedés és öröm a Virtus.pro csapatán. Teljesen nyugiban játszanak egyébként. Most van még csak vége a körnek, szóval eléggé felporszívozták a pályát. A másik oldalon pedig szerintem időkérés és gondolkodás. Így van egy kis pihenő, Chris J benyomta az taktikai pauszt. Túl sok pénzük nincsen, és a Virtus.pro pedig úgy néz ki, hogy kezd feltámadni ezen a pályán. És szükség is van rá. Nem babra megy a játék, hanem egészen jelentős mennyiségű pénz. Illetve nyilván a presztízs, és hát halljátok a közönséget. És egyértelműen most a magyar közönség a hajrá Virtus Pro-val. Na lássuk, mi lesz a döntés Mausznál. Beforszolják, beforszolják, akkor ez már biztos kol, hogy forszolni fogják. Dezi, két CZ és kettő Kalilla kezekben. Nem akarják elengedni a Virtus-t. És ugye most ez a pauza, akár az is lehetett a azért is húzhatták meg ezt a pauzát, csak hogy megbeszéljék, kicsit megtörjék a Virtus. Most hozta két kört, állj, elég, nem kell több. Álljatok meg, srácok, nyugodjatok meg ti is, mondják a Virtusnak. És bepróbálják ezt a van minden füst egyébként, szóval itt valami nagy kamarás lesz, nagyon gyorsan megy majd a támadás, így van, viszont az a Molotov Chris J-nek pont jó tempóban esett az orra elé, úgyhogy egy picit megtöri a lendületet. És elmennek a füstök addigra. Snacks nagyon jó poziból várta. Hát csak kiment három füst egyszerre. Mind a három el, és most kell csinálni valamit. És Sunnyék már is tolják előre, és Sunny azzal a Dezivel nagyon erős. Oscar viszont elindítja a kört. Mihu megvan, Biali egyel szépít. Gyönyörűen kiszedte Sunnyt, és most fogják betenni füstbe a bombát. Ott van Robsz, hogy ott esetben tudjon segíteni. Úgy erősek. Pedig 23 HP-ra leszedi Stikót. Kis Zsé megérkezett a Galilla. Biali is eltől Heavenben. Elég nehéz helyzetbe került egyébként a VP, azzal a dupla AVP-vel nem lesz egyszerű a buli, és Neo még egy fejessel tudott szépíteni, kiegyenlíti az erőviszonyokat, 3v3, de a bomba ketyeg. Ott van Neo, még egy killel, nagyon fontos, de Stikó azonnal tudott rá reagálni, és fel van szedve a bomba! Szedi meg a bomba! Mi történik? Romsley csak nézi a füstöt, nem érti, hogy mi van. Pasa oda ment, kihasználta azt az aktuális szituációt, hogy Neo parádézott szájt körül, és le tudta hozni a kört a bombaszedésre. Más esélyük nem volt egyébként. Konkrétan ez volt a legjobb esély. Nagyon szépen csinálta a VP, nagyon jó volt a kommunikáció, és hát szegény Robs, ki hiába váltott késre, hiába lövöldözte a füstöt, marhára nem ott volt a játékos. Csodálatos játékot megmentette a kör gyakorlatilag a VP. És ezzel szépen lassan kúszik fel a Mausznak a nyakára, jön a Benti, hamarosan Neo pedig valószínűleg valamit érez, inkább pozíciót vált, egy ember tartja neki gyakorlatilag hármast. Ha itt jól láthatjuk Pasa.
Jön a flash, megvan az első. Kiestek a molotovok, kiestek a füstök. Neo közben teljesen el van füstölve, viszont nagyon jó pozícióban, és Hohon Robs közben bekerülte őt, jó napot kívánok, de Pasa egyből reagál, Oszkár nagyon közel, meg is kapja a kötelező lövést az arcba. Ketten maradtak csak hátra. Kifüstöli a föntit, ne tudja őket megviccelni, esetleg a mouse fentről, de is tartja azt a füstöt, de jönnék kéne a többieknek alkotni valamit. A füst már két ember, megvan, mi húnak egy, Stikó szemében Robs. Egy lényében mit tud csinálni, egy CZ-vel kitáraz, be kell tölteni, vége a körnek itt a Mauznak ebben a formában. Jön le a füstben, bomba le lesz szedve, látják Mihunak a lábát, bocsánat, Robsnak a lábát, Mihu látta. Ez volt a jó döntés, simán kimenti a Kevlar, és ezzel ötöt, ahogy megindult a Mauz, a Virtus Pro gyakorlatilag azzal a lendülettel hozza vissza zsinórban, most futószallagon a köröket, maga biztos szép játékkal, és továbbra is a dupla AVP dukkál. Oszkárnál is ott van viszont, kérdés, hogy hogyan tudnak ezzel élni. És a közönség felrobban. Hihetetlen sokat számít egyébként tényleg a nézői támogatás. Hát itt most az van Magyarországon. Nem véletlenül mondják, a hatodik ember Pasa, nagyon agresszív, beesik egy molotov, de igazából ez nem okoz neki problémát, nagyon jó helyezkedik, és mekkora fejes kap! Kicsit be volt lassulva papa. Icipicit hamarabb kezd el lőni. Picivel jobbak a reflexei, vagy mondanám azt is, hogy fele ennyi idős. Pont mint körülbelül Robs, és ott a következő, ez már a második és a harmadik! Jézusom! Egyesével beszaladnak Robs elé, tálcán kínálva kicsi törékeny testüket, és ezzel totálisan, maximálisan ember hátrányba kerülve el, tényleg iszonyatosan nehéz dolgok lesz ott az egyik. Hátorul ugye Chris Jake került, és innentől kezdve Snacks azzal az AVP-vel, ez iszonyatosan nehéz dolga lesz. Nem pláne, hogy nem is oda itt, kerül le a bomba. Nem akar itt körhozni szerintem Snacks, itt szerintem ki akarja hozni a VP-t. Gyönyörű. Esetleg fereket elő. Ez egy szép lövés volt viszont. Fontos lövés, neki újra kell vásárolnia, és jönnek vadászni. Kegyetlenül jönnek a Mauz játékosok vadászni. Virtusnál van bőven egyébként pénz, nincsen gondjuk egyáltalán. Tudnak majd vásárolni, de ez az AVP fontos lenne a következő körre, ami nem lesz meg, ez most már fix. De Pasának 9150 dollárja van, abból telik mindenre, itt van Robsnak az akciója, amit Pasa kapott Free Fire-ra, az de nagyon ez, nagy. De hát itt ez az egyesével benézés, ezt én nem tudom. Tehát ezek azok a pillanatok, null összhang. Ezek azok a pillanatok, amikor így az ember megkérdőjelezi a Virtus-ot. Mindig van, tényleg mutatnak néha olyan marasságokat, és olyan csodálatos játékot is egy mérkőzés alatt, igen, hogy ezt van, nem amikor tudom. A bravúr van, amikor meg ez az amatőr szintű. Ez nagyon a... vissza akarták lőni Robsot, de hát Robs félelmetes, hogy mennyire jól lő. És dupla AVP ugye a Virtus Pro oldalán, rányúltak szépen a srácok. Oszkárt dobják előre Chris J. Hoppa, egy kicsit a shoulder peak-kel Mihu próbált információt szerezni, hát szerzett. De ez az életébe került konkrétan. De a két VP-vel jól lehet védeni. Ó, Oszkárt felbusztolják, ha esetleg valaki még egyszer kinézne, az azonnal lőhessen az AVP-vel. Mi lesz az ötlet? Hát nyilván itt innentől ez egy A bekerítős körnek kell jönnie. Ez nagyon fontos volt, hogy ez meglett. És ez a frek kellett ahhoz, hogy adjon magának a Virtus esélyt. Na, Snacks a flash-től elfordul, nagyon szépen tartja a füst oldalát, és még az is majdnem betalálja egyébként füstön keresztül. 3v4-ben ember hátrányban támad a Mauz Sports, kedves nézőink. És a Virtus újra kiegyenlített, és a Mauznak is lesz pénze vásárolni, ha ezt esetleg a Virtus megnyeri. Fontos frek Oszkártól, kiegyenlít a csapatok létszámát. Snacks itt van, korán lő, át kell futni a molón. Pasa nagyon hibázik, ott mintha nem ment volna annyira az egér, mint kellett volna. Pedig... szerintem azt akár rá is húzódott volna, lement a bomba. Neo itt van Saiton, körülnézve, látja, hogy itt ember. És megvan, megtalálja a Sunny személyében a bombarakót. És Robs és Oszkár meg tudják-e védeni. Oszkárnak a pozíjáról valószínűleg van egyébként információ. Robs az, akit meg kell találni. Jó, ott van kérdő, Molo, ezt már tudják. Mint a kezdve, mit tud csinálni. A Virtus telik az idő, valamit csinálni kéne, Virtus Pro! Pasa nem szedi a bombát, csak rácsipogtat, Oszkár fregál, nagyon fontos freg, itt vége valószínűleg a körnek, nem szedi továbbra sem a Virtus a bombát, most elkezdik szedni, de hát ez már a végső utolsó próbálkozása, és itt vége. Nagyon szép kör a Mauztól. Nagyon jól játszották meg a Mauzék ezt a kört.
nem igazán volt opció és lehetőség arra, hogy ezt normálisan kivitelezzék. Jó, ez a boost is egyébként nem nagyon észlelte Mihu, hogy mi történik. Próbált shoulder pickeren, de a másik oldalról érkezett a buli. Ez fontos. Ez maximálisan Oscar köre volt. Konkrétan 4 játékos tudott elcsípni ebben a körben. Oscar húzza a csapatot. Nem mintha ezzel bárkinek újdonságot mondtam volna. Ha egyszer neki tényleg elkapja a fonalat az AVP-vel, akkor konkrétan meghatározza a teljes Mose Sunny támadást. Sunny meg abszolút nem áll meg, de ott van Robs, hogy segítsen. De hát nyilván Oscar az első freget be tudta húzni előtte. Ezzel a benti lerakó többé-kevésbé az övék. Nyilván spórol a Virtus Pro, úgyhogy túl sok minden nem kell tőlük várni. Egyesével halnak meg. Sunny érkezik nektek továbbra is középre, és kezi csókolom. 8-5-re megnöveli az előnyét a VP, és ez azt jelenti, hogy az oldalt már mindenképpen megnyerték. De hát, mint tudjuk, ez igazából az ég egyadt a világon. Semmit nem jelent, és én tényleg arra számítok, hogy a VP T oldalon meg fogja tudni mutatni, hogy mitől is ők az egyik legkreatívabb csapat. És a VP-nek egy potenciális utolsó vásáros körben nincs AVP-je. CT oldalon ez bajos lehet egyébként. Sőt, Pasánál a Mag 7 ficcembe. Elő is tolja B elejét, ugye vele szemben Robs. Őt akár el is kaphatná a Mag 7-e. Egy pontos lövés a fejre. Megmaradva minden. Azt a flash nagyon durán bekapta. És inkább kimenekül. Ne! Nem! Nem tud, elakad a falba, nem látott semmit. Nagyon jól meghallotta Robs. Hallotta, hogy szalad, tudta, hogy be van vakulva, és pont el tudta kapni. Zseniálisan csinálta. És ezért is mondom, potenciális utolsó a vásáros kör, mert ebből már csak force lát, hogyha ezt a tört a Virtus esetleg elbukja. De itt vannak még négyen. És most már csak a Mouse-ból is négyen vannak. Így, hogy Stiko elhullik a körből. És megint egy ilyen ábmekerítős kör, ami egyszer már működött nagyon szépen nekik. Most megint meghúzzák, de most jaj, nagyon de szépen tartszak. Támított arra, hogy boostál. Kimozdul Mihu és Sunnyra. 4-2, Robs és Oscar mit tudnak csinálni. Bomba esett. Oscar megtolja a füstöt egy nozummal, nem talál a lőszer. Robs is eldől. Vagy a lövedék pontosabban. Mihu igen, kilövi Robsot nagyon szép fejlődéssel. Oscar 1v4. Leosztatlan. Hát, a bombán ülnek a VP-sek. Sok sikert. Igen, itt ez a fegyvermentés lesz a cél. De amúgy van pénz bőven. Mouse Sport oldalon igazából. Mihu megint hármat elcsípett. Annyira mindegy, hogy kimentette volna, vagy sem akár be is mehetett volna, mert tét nélkülű volt az egész. Ezek Mihu vagy egyből ki van fejelve, vagy pedig 2-3 embert elő. Ez így körülbelül Mihu. Szóval 8-6-ra állunk, utolsó kör. A harmadik pályán, és ott van Oscarnál továbbra is az AVP, míg másik oldalon nem igazán mondható el ez Pasától. Beestek a gránátok, érkezik a Mouse, és meg is van az entry, nagyon szépen csinálta a Mouse. Ismét emberelőnybe vághattak nekik a pályának, gyakorlatilag alig 10 másodperc, 20 másodperc telt el. Jó a kerülés, és már megvan a kettős emberelőny. Szépen lassan menetelnek előre, tudják, hogy hatoson van egy játékos, és ott van valaki. Neónak nagyon fontos volt, hogy azt meg tudja lőni. Sunny hatalmas csata Pasával, nem jön össze, 3v3, Robsnak 1 HP-val. Mégis megvan a helyzeti előnye oda bent. Nem is akármilyen, na, akár kettőt is tudna húzni 1 HP-val, hogy nagyon ügyes lesz. És elmegy egészen CT-ig, az nagyon nagy játék lenne, ha a CT-ről érkező egy VP-st elkaphatná. Pasa, Jézusom, benn van két ember mellett. Rob, Oscar tud fregálni, meg van neki Neo. Gyönyörű! Pasa dupla, Oscar Krizsiónak, és Rob egy hátulban mit tud csinálni ebben a formában? Valószínűleg semmit. Ebben a pillanatban elhullik, és megvan a VP-nek a kör. 7-8-al fordulunk. Igazából erről egy picit lemaradtunk, de sorry. Igen, de igazából látható volt az, hogy de ezt nem látta, szerintem nem látták egyébként, hogy Robs végél. Olyan kevés az az 1 HP. De úgy gondoltam vele, hogy nem éri. Annyi baj legyen, nem éri meg. És valóban nem is sikerült neki lehozni, úgyhogy 8 hétre módosul az állás. Fej-fej mellett halad a két csapat. Az utolsó mindent eldöntő pályán. Fenomenális. Hú, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként tényleg, hogy T-oldalon mit sikerül összehozniuk. Most egy kicsit többet vártunk a félidő cserére, mint általában szoktunk. Van mit megbeszélni a csapatoknak.
nem kicsi a tét, és nem kicsit szoros a mérkőzés. De most úgy tűnik, hogy elindulunk a második félidővel, kedves nézőink. Így is van. Megmutathatja, hogy a Virtus miért is maradt bent ez a trén. Ebben a korán miért nem tiltották ki? Mit tudnak mutatni ez a legendás támadó csapat? Mit tud mutatni trénen támadóban? Bedobálnak. Elventek a flash-ek, most meg a füstök is. Van még pár gránát, amit ki lehet dobálni. Azok is bemennek, és egy bekerítős kör már az első körben. Pisztollyal? Nem. Egyáltalán nem. Nagyon sok decoyt használtak egyébként fel a VP-sek. Szám szerint hármat is kidobtak. Egyelőre igen, nagyon le vannak ülve. Bedobtak mindent, és megálltak. Várják, ez hogy milyen reagálás. Nekem, azért volt az elég rendesen álló gránát, amit felhasználhattak volna. De majd ez megindítja őket, ugye? Majd a hatodik ember a közönség. Nagyon-nagyon erős a kinti védelem egyébként a Maustól. Viszonylag agresszív pozíciókba várnak, de úgy néz ki, hogy ez a veszély oda, aki nem fenyegeti őket, lévén bentre fog somfordálni a támadás, ahol tisztes távolságból Oscar tartják meg is USB-ben. Jó ütemben. Oscar és meg is már át is zártak, így van. Bent van gyakorlatilag Robs, illetve Oscar közelít. Robs szépen pontoz, meg van az első. És úgy dönt Biali, hogy szépen visszazár a bombával egyetemben, de kint továbbra is. Nézd meg is már is, annyira jól látják, olvassák a köröket a Mauzék. Ahogy pörögnek át, ez egy nagyon fontos kill volt, Miúdol, ott a következő! Snacks is egyet elcsíp, Sunny be van szorítva, hátba van lőve, nem tud senkit elkapni, Neo! Érkezik hátulról Oscar, egy fejbe akad. Következő nincs meg, Mihu! Három kill-el zárja gyakorlatilag az első kör, gyakorlatilag az oldalcsere után, úgyhogy a pisztolykör ezúttal nem a Mauzé. És hát lehet azon dolgozni, hogy hogyan fogják tudni kibekkelni a CZ-ket, meg a Kevlárt. Ha csak éppen nem dezerteket láthatunk, mert inkább talán egy dezert erős csapat, Chris J-vel, meg Sunny-vel is. És hát Robsnál van a dezert, Stikónál van a dezert. Érdekes, hogy a két említett jó madárnál USP. Hát tényleg én Sunny-nál van még CZ, közel Electric-nél. Az Oscar volt az, aki még USP-zik, és mindenki közelről, mindenki közelről tart rá. Bén is, és Án is. Belenézze a VP. Itt Bén Robsnak a desziébe. Hát simán ki lehet osztani, hogy három egy ilyen hasonló pofon. Igen. Nagyon-nagyon féreg egy hely. Én ezt tudom jól, hogy ez egy nagyon-nagyon féreg egy hely. És Robs úgy néz ki, hogy nem érdekli őket, hogy ott van Robs. És Miu még azért letartja őket, biztos, hop, hop, hop. Ami biztos. Egyelőre túl nagy fájdalmat nem okoz. Annyira a Mohoz leszámítva, hogy Miu és Biali eléggé nullos. Lent van a bomba. Kimennek a gránátok, csak meg kéne nyomni azt a mouse egyet. Nagyon nem jó látta, volt. Nem látta. A megérzés jó volt, ott van egy. Ott van kettő, a harmadik viszont Oscar személyében már nem jön össze. Tehát fegyver... Stikó, hello! Köszönt egyet. Hello, ott repül a Dezi. Fegyverek vannak, nincs viszont moló. Diffuse kit nincsen a CT-knél, és szépen lerohangálja Snack Stikót. Nem nagyon tud mit csinálni, Oscarnak pedig nem igazán van lehetősége mit csinálni. Mint mondjuk kimenteni inkább a fegyvert, de előtte még Snacks-et elcsipi, de ott van Neo! Neo visszalövés, ezzel nem hagy mozgásteret a Mauznak. 9-8-ra átveszi a VP a vezetést. És jöhet a sporlós kör a Mauz oldalán. Nincs vásárlás, olyannyira 5 USP-vel mennek egyelőre a körnek, így is van. 0 gránát, 5 USP-vel. Na jó, azért Oscar még beválaszott az utolsó utáni pillanatban egy P250-et. De ez a kör, ez full rotyogó lesz így, valószínűleg. Nagyon ritkán látunk olyat. Rotyogó? Így van. Rotyogó. Valószínűleg, hiszen nagyon ritkán látunk olyanokat, hogy egy ilyen szettel csapat kört hozzon, nagyon-nagyon ritkán. És most viszont Oscar, nagyon közel. Az emlegetett P250-nel már itt van a vonalak mögött egész eddig. Snacks! Zuhanyzók felől volt. Megérkezett. Milyen nagy play lehetett volna, és úgy néz ki egyes vonalán. Szalad a komplet VP, Robsot teljesen szerintem kiszúrták. Így van, Mihu az már vadásza is a feget. Ott van, megvan neki. Csapat entry felger egy nyilván szalad előre, és próbálja begyűjteni a fegeket. De ott van Pasa is, hogy segítsen. Stikó viszont visszalövi Pasát, nem igazán jött össze a mulatság. Nézzük, 14 HP Stikó, illetve Sunny mit ott hozzátenni. Gyakorlatilag az égvilágon semmit. Egy embert bukott a VP. Jó kis nem egy nagy veszteség. Jó kis tímész, mindenki lőtt egy freget a körben. Persze.
mennek előre, betolják izomból, és hát a régi Snacks-et láthatjuk, aki gyakorlatilag vezeti a scoreboardot. Azonnal két AVP az első fegyveres körébe a Moose-nak. Kérdés, Oscar. Kérdés, hogy ezek ellen a gránátok és füstök ellen mennyi haszna lesz? Nagyon-nagyon gyors hatos körre számítok. Hasa már benne is van egyébként. Hasa ugyanis tolja ki ezerre gyakorlatilag azt a kintit. Beesik a füst. Szikó is közben eldobja a füstöt, de hát nem igazán érdekli ez a bombás. Közben félig meddig vakul, és megvan Pasa ugyan egyet elő, de ott van lelő, de ott van Chris J, és Snacks pedig szintén reagál. Továbbra is dupla AVP-s védelem, viszont 3v3. És megy már vissza a forgatás közben. Megvan Neónak a kill, és ott a következő, nem, Oscar visszalövi. Két AVP, Snacks és Pialival szemben. Megvan! 4 centiről, az is megvan. Piali pedig egyedül a világ ellen. Szerintem ott volt a játék, hogy ez mögötte volt? Mögöttem volt, így van, nem láthatta. Pályának most az a jó, hogyha vár egy kicsikét. Egy-egyes védelmet kialakít a Moose, most meg is történik egyébként. Nagyon ritka, hogy egy csapat bevállalná a 50-50-t, és mondja azt, hogy ketten maradjunk án, vagy ketten bén, és ha kell, akkor átfordulunk legfeljebb. De pályának fogalma nincsenek arról, hogy hol lettek az NFL játékosai. Őj, most már tudja! Hogy ott van Chris J, de hát ez már túl késődik, 25 HP-a maradt Chris J-nek, épp hogy maradt egy kis kicsike neki. Nagyon jó volt a megérzés egyébként, hogy hát a és szög, nagy kérdőjel a VP-en, vásároljanak-e, és megvásárolják. Úgy döntöttek, megvásárolják, mert két, pontosabban három emberek alig volt igazából pénze, de most elköltöttek szinte mindent. Jönnek az UMP-k, ugyanúgy úgy van, megvan a flashbang, megvannak a füstök. És úgy néz ki, hogy ezúttal egy ilyen kinti buli várható. Talán négyes környékére várta a mulatság. Ugye hát kidobálnak mindent, aztán kérdés az, hogy ez terelés lesz-e, vagy pedig befele menetelnek. Ugye a VP azt már korábban említettük, viszont a kreatívan játsza meg ezt a pályát. Most esik ki az első. Meg ugye a chat alapjában véve, hogy elég nézzük kreatívan Snacks kezelik. Ott van Snacksnek is a füstje. Gyakorlatilag totál el van füstölve a CT. Mennek be. Maximális elege, viszont Sunny ott van nagyon közel. Egyenlőre embert nem kap el, megvan viszont Neónak a kill. Lehet tenni talán a füstbe a bombát, egyenlőre az AVP-vel csak a vakon lövöldözett Grizzly, az évilágos semmit nem látsz. Nikó nem rossz próbálkozás, de mellé nem találja el. És nézze, mindenfelé VP játékosok szaladgálnak a pályán, nem tudja Maus egyszerűen lekezelni a szituációt. A bomba lekerült ebbe a pillanatban. Ebben Hobbs a bőségzavar, nem tudja mit csináljon. Hát azt csinálja, hogy meghal Bajeli által, Pasa is lő egyet, és Oscar 1v4-ben. Elfogy a Maus, egyszerűen elfogy a Maus ezzel a szép, elfüstölt, tempós izével, amit tényleg a VP felmutatott. Nem tudnak mit csinálni, és hiába van 20 fregben Oscar, már most a 19. pontosabban a 20. körben. Egyszerűen nem jött össze a buli, simán egyesével lelettek lövöldözve, nagyon szép volt a csapatjáték a VP-től. Oscar pedig nem annyi tudja megmenteni a VP-t, mert ott van Neo, aki a kis pisztolya mellé elhozza az AVP-t. A kör eleje óta Neo egy pisztolya ment, és három freget tudott lőni a körül. Nézzetek meg, ott az UMP nem érrekni, nem kell fegyver. Jó ez a P250, és az utolsó embert is azzal lőtt el. Kérdés, a VP-t elhozta végül? Nem hozta el végül Neo a VP-t, és egy egyértelmű szerintem időkérés a Maustól. Szerintem eldobta, ott van elől. Aha. Tényleg ott van a földön egy VP. Mondjuk ezt ti nem látjátok még, mi viszont csalunk, Daddy-vel viszont szeretünk spoilerezni dolgokat, mert gonoszak vagyunk. Itt te csaltál, én sem azt figyeltem, megmondom ezt. Nem, te mindig elmondod a pénzeket, miközben nem is látják szegény nézők. Úgyhogy hát csalunk. Oscarnak van 4450-e, a többiek 2000 alatt leginkább, csak Robsnak van 2003, de most az teljesen mindegy. Eko, egyértelmű Eko kör. Mennyi pénze lesz ezután? $1900 kapnak? Még egy Eko kör. Abba a Maus, abba a kátyúba, hogy gyakorlatilag nem tudnak fenntartani egy normális gazdaságot. Muszáj lenne egyet legalább bekózni, de ez így a pénzeket nézve minimum 2 lesz. Hát most az a nagy büdös harci kérdés tényleg, hogy most rávesznek és utána úgyis alapértelmezetten úgyis spórolnak a rákövetkezőbe, vagy pedig esetleg egyéb problémával fognak majd, vagy valami okossággal fognak majd
hát megvillani. Hát mindegy, 11-9, tehát a VP két körrel vezet, elképesztően szoros a mérkőzés, és egyelőre úgy tűnik, hogy a támadó oldalon a VP egyáltalán nincsen megilletődve, még a dupla AVP-től sem, sőt épp ellenkezőleg simán felveszik a küzdelmet, és hát egy abszolút full klasszikus SK-t láthatunk, ami abból áll, hogy tulajdonképpen a világon semmit nem vesz a Mouse. Az a nagy harci kérdés tényleg, hogy a következő körben mi lesz a döntés. És nem tehetik meg, hogy bármit vásárolnak, egy pisztolyt nem szabadnak megvenni, mert egyszerűen nincsen semmire pénzük most. Semmire nincs pénz. Oszkár meg fogja tudni venni az AVP-t, az biztos, és nagyjából és ő többiek? A húzó ember most a csapatban azzal a fegyverrel, nagyon-nagyon jó helyezkedett mindvégig. De a többiekkel vizós, hát Stax persze 4 centivel lett, túlmentja zoomolva a fejed. Az a baj, Kulig, az egy szép kezdeményezés Chris J-től, szed is magának egy AVP-t. Mihut tartja már, ez veszélyes lehet, és a bomba is esett, kinéz, és ellövi Mihut Chris J. Mi történik? Küzdjének AVP-t adtunk a kezébe. Hiába van 9 HP-ja, ez nagyon nagy probléma most a bomba ugyanis el van ejtve. És már rá is röppent azonnal a Mouseports. Jaj, Robs gyönyörű. Pasa egyet ugye elcsíp, és Robsnak beakadt a dupla fej hátulról. Bialinak itt nagyon nagyot kell mennie, viszont pont rossz irányba néz talán, de ott van hál' Istennek Pasa, aki tud majd segíteni. És nézd meg, Robs azonnal megy kifele, tudja, hogy mi a stájsz, gyönyörű szép ugrabugrálás. Elég rutinos játékossal van dolgunk már, ami a Bunny Hoppot illeti. Amikor szünet nélkül végig pattogsz a pályán, mert amúgy ez abszolút nem egyszerű mutatvány, nehogy azt higgyétek. Érkezik hatosról Biali és Robszal találkozik. Körülbelül itt vége is a Burinak, 12-9, nagyon szép ekó, ahhoz képest, hogy full ekó volt. Azzal az egy elrontott AVP-vel. Mi a döntés? Hát, és megveszik. Nyilván meg kell venni, ez azért nehéz döntés, mert ugye most a 13-9-re kiekózzák megint, 13-9-nél vásárolnak egy fegyvert, és elbukják vége alannak. Így, ha most ezt megveszik és megnyerik, vagy akár el is bukják, akkor még 14-9-nél tudnak még egyet vásárolni ugye a Mouse játékosok. Ez volt a legjobb döntés a részükről. Ez a mostani force. Ezzel a legtöbb esélyük visszajönni a játékba. Megforgatja a döntőt. Chrissy! Nagyon fontos agro és nagyon fontos frag. Kap egy heget maga mellé, 9 HP marad. Nagy szerencsé, és pont nem lövik el füstön. De. Na de! Nem! Nem! Villanra azt hittem, de igazából Oscar volt az középen. Hú, de mágos volt! Azért a szerencse most ezúttal a Mouse mellett van. És nagyon is kell nekik, ugyanis ezt a kört elbukják, akkor nem nagyon menti meg őket, még a jó Isten sem adta, hogy ismételten spóroljanak, és annak ez a 14-9-re módosan a helyzet. Biali nagyon jól pattogott ki gyakorlatilag Stikót kifejelvén. Chris J viszont visszalő egy freget a másik oldalon. 2v4 a kettős ember hátrány, nem túl kellemes. És nézzük csak. A ide fontos, itt van közel még egy, de ezt látja. Sunny Pasa viszont nem látta és nem is számított erre. Biali átolja a füstöt, megvan neki Sunny meglepő módon, és Oscar már nem hibált. 12-10 bejött a force kör, Kuli. Nem is akárhogy. Kezd megtelni élettel a Mouse is. Így van, a rajongók már meg is szólaltak. És mindezik, hogy a közönség picit csendben marad most, elkezdtek talán ők is aggódni. És most úgy néz ki, még egy pauzt láthatunk, ezúttal a VP az, aki kikérte az időt. Túlságosan eleresztve pénzzel mondjuk nincsenek, ha nagyon szeretnék, akkor meg tudnák venni, de ez megint egy ilyen rizikós vásárlás. Nagyon a mérkőzés vége fele járunk, szóval tényleg alig pár kritikus kör lesz, ami el fog dőlni, hogy melyik csapat fogja megnyerni a fesztivált, illetve viszi haza majd a trófeát. Hogy néz ki a munka? Oszkár vagy inkább targoncázza azt a 30-os márvány. Így van. Szerintem igazából, ha Pasáék nyerik, nem lesz probléma. A másik oldalon mondjuk ez már picit veszélyesebb, de hát öten talán le tudják majd emelni. Nem, annyira nem vészes a trófea. Megnéztem. Mozdítható. Egész jól mutat majd valamelyik nappaliban, vagy mondjuk esetleg a csapat irodájában. A gaming házban tökéletesen fog majd mutatni, bárkinél is landol. 12-10, tehát Pasánál a VP. Gyönyörű entryt láthattunk, eléggé bátor dolog volt egyébként Pasától rányúlni az AVP-re, és totál egyedül kinézni középen, de sikerre járt, és ezzel eko-körben, lehet folytatni. Eko-körben rányult. Többé-kevésbé igen. Egy spórolást láthatunk, Pasánál van egyedül egy AVP, a többiek azok mindenféle pisztolyokkal nagyon bevállalták. Betolják. Micsoda!
abszolút testőrök, maximál konvoj. A testőrök Pasa körül. Hát látjuk, hogy Pasára épít a csapat, hogy fregeljen. Nagyon megy neki a lan. Lehet jó, és teszik fel. Magasan vezeti a csapatás fregekben. Teljesen el van bakulva Robsz, és úgy néz ki, hogy megvan neki egy, és Nex azonnal visszalövi. El tudja hozni a fegyvert, annélkül elővetni magát. Persze, ugyanis a füst csodálatos helyre zutjan be. És ezúttal egy Colt is ott van a Virtus Pro oldalán, hogy átsegítse őket ezen az eléggé kritikus körön. Jön hátba Sunny, de ő a legkevésbé fregerős csapat az egész szerveren egyébként, és ezt Neo letartja. És nézd, a Mouse kihátrál, nem mennek ebbe bele! Óriási. Az Echo kört lehozza a Virtus Pro, kedves nézők, nem mennek bele ebbe! Letartanak maximum a menekülőket. Sunny mit tud csinálni? Egy frag, még egy frag! És most döbben rá igazából a Mouse, hogy gyerekek, ez akár ezek foglalható is lett volna. Igen. Foglalható, Pasa is meghal. Hihetetlen. Ezt nem hiszem el. Nem próbálták meg. Egyáltalán nem próbálták meg. Figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy a VP maximálisan kimaxolta a kör. Tényleg az, hogy Pasa meg tudta lőni az entry-t. Nagyon jók voltak a benti füstök, simán be tudták kerülni a teljesen a Cropsot. És igazából valahol meg tudom érteni a Mouse-nak a döntését. Nem igazán tudták, nem igazán látták szerintem, hogy itt egy hát eléggé felelmás, hogy vásárlásról van szó. Ilyet is csak a VP-től látod. Mi volt ez a taktika? Geniális. Mihu! Beesik a dupla, viszont ott van még Oscar az AVP-vel, de egyelőre még nem történik a világon semmi, hiszen a kinti leragót maximálisan le van tisztázva Oscarnak és Robsnak. Egyszerűen félelmetesen nehéz dolga lesz. És látni lehet, hogy inkább kicsit passzívabbak visszazárnak, nem igazán szeretnének erre sem rámenni, hiszen 4v2-ben lerakott bomba, úgyhogy semmilyen gránátot nincsen, egy darab flash leszámítva. Iszonyatosan nehéz. A 14-10-es eredménynél már pedig szüksége lenne pénzre a Mouse Sports-a, de még csak a második kör bukják így Zsinórban, az előbb be tudtak szúrni egy kör győzelmet. Ebben a forma $1900 kaptak. Jaj! Robsz, nem ment semmit, azt mondja Neo! Jaj! Csak Oscarnak van esélye most AVP-t menteni. Virtusnál nincsen olyan pénz, hogy lehet nem kockáztatják meg a levadászást, így is van. Ráhagyják! Oscar, vitt ki a VP-t, 14-10-re vezetünk, mondják! Hát, szólnak lassan a harksonák. Az biztos. Ismét egy pauz ezúttal a másik oldalon, amit megmondom őszintén, nem csodálok. Mihu pedig igazából most nem 40-ben lövi magát, de ami fregje tényleg elpattant ezen a meccsen. És azonnal érkezik a várható időkérés. Ezt mondtam előbb, igen, most jön az időkérés a Mouse-tól. Szóval amit igazából Mihu lehozott, ezek a kritikus fregek, ezek egytől egyik csodálatosak. Ezzel a hármassal is tulajdonképpen kvázi lehozta nekik a kört. És nagyon meglepő változatlanul az, hogy Pasa mennyire összeszedetten és pontosan tud játszani. Hihetetlen. Senki nem számított erre. Nagyon sokan temetik egyébként a Virtus Pro csapatát, de úgy néz ki, mintha felébredtek volna a téli álomból, vagy éppen összeállt volna a kép, vagy annyira új még ez a dolog, hogy ez most a honeymoon period. Nem tudom. Érdekes nézni egyébként, ti nem látjátok a scoreboardot, de a Viali az konkrétan 8 asszisztot szeret össze. És 13 freggel úgy hát pont első a csapatában. Pont első, érted? Igen. Figyelj, maximális csapatmunka, Vialinak van a legkevesebb freggje, és mégis első. Így van. Itt lehet látni. Na lássuk. Tehát figyelj, nem fregre játsszák, hanem nyert körökre, és nagyon-nagyon közel van a VP ahhoz, hogy behúzza a címet. Már csak kettő körtel valahogyan összekaparniuk. Neo nagyon gyorsan ki megy gyakorlatilag középen, és indítja a bulit, viszont ott van Sunny, aki azonnal kifejeli. És ezzel a támadás többé-kevésbé egy picit szolidabb üzemmódba megyen. El tudják hozni az AK-t, de szépen csinált a Pasa. Ez zseniális, ott konkrétan a CT óra elől elhappolta ezzel a füsttel. Hihetetlen. Oscarra nagyon kell majd figyelni egyébként a VP-nek. Nála még ott van az AVP, és mindannyian tudjuk egyébként, hogy mire képes azzal a fegyverrel. Viali pedig gyakorlatilag emberrel nem találkozik jelen pillanatban, amíg egyszer csak Oscarba bele nem botlik, aki ott van rakón. És ez nagyon működhet is egyébként, mert nagyon hangos a társon, itt MTV környékére most esik be a füst. Kérdés, hogy hova.
egyelőre nyugi van, és úgy néz ki, hogy Bialit el sikerül lőni, 23 HP, le is infozta a többieknek, hogy merre van gyakorlatilag a telik múlik az idő, 35 másodpercen járunk Kuli, nem és túl jól, Sztikó itt hamarosan találkozni fog, de Oscar volt az, aki el tudta lőni, és ott van még Chris J is, aki középen ki tudta szedni Pasát, és gyakorlatilag összetörik a támadása a Virtus Pro-nak, egyedül Snacks és Béali maradnak, akik gyakorlatilag bomba nélkül 15 másodperc, semmi esélyük nincsen, hogy lehozzák ezt a kört, ha megfeszülnek sem. Most meg aztán annyira sem, úgyhogy menteni kell a fegyvert, és ez azt jelenti, hogy 14-11 lesz az állás, a Mahúz kap egy lélegzetvételnyi időt. Úgy néz ki, hogy sikerült kellőképpen átbeszélni a dolgokat, nagyon jól működött egyébként Oszkárral ez az AVP. Az egy AVP-ből csináltak két AVP-t, meg egy AK-t egy full lekó körben. Itt van Szaninak a... Oly, de szépen elkapta a levegőben EO-t. Hát ezt megkapta. Azt meg. Határozottan. Na, hogyan tovább? Hova megy a VP? Úgy néz ki, hogy a bomba az eléggé bentre megy el, de esik egy moló, és Bialinak megvan az entry! El tudja lőni Sunny, de beestek a molotovok, és Chris J végül el tudja őt... Égetni. Igen. Úgy égetni. Szó szerint. Nem baj, 4v4, és mint tudjuk, ezek a kiegyenlített dolgok, egy ember itt, egy ember ott csere, ez gyakorlatilag a... Gyakorlatilag a támadó oldalnak kedvez. Mind a két AVP egyébként A körül van. Ha B-re bemenne a Virtus, nagyon komoly problémába találna magát a Mausport, mert VP-ben nagyon nehéz lenne visszafoglalni azt a B-site-ot. És nézd, mi történik, Kuli, nézd meg, merre csorog a bomba, merre zörögnek most már Snax és Neo. Ez terelés, ez de hatosan nagyon-nagyon sok információhoz juthatnak, oda néz. Ustikó kitolta. Hogy tolja ki Sztikó egyébként, hatos. És nézd, mit tart Mihu, kinézeget. Jézus, meglátta? Az időzítés, nem. Ne. Pont nem látta meg, és ez nagyon-nagyon fájdalmas mekkora lesz. Ez igen, az lesz. Ajjajjajjajjajjajj. Megcsinálja. Meri, nem mondod, hogy akkor eljátszik. Elhibázza az elsőt, pedig duplázott volna. Gyönyörű volt, a mozdulat is gyönyörű volt. És ezzel meg kell indulni a támadásnak. A bomba viszont bent van, és egyelőre nem úgy tűnik, mint hogyha Robs is bármilyen módon át akarna mondjuk forogni a másik lerakóra. Chris J az, aki hatosnál AVP-zget. Oscar el tudja lőni Neót, és Chris J-nek van arra lehetősége gyakorlat. És úgy néz ki, hogy most működik a dolog, a bombát le kéne tenni a Snacksnek. Nincs pénz. 10 másodperc, így van, ez nagyon jó lesz majd a következő körben. Tudják, hogy mi a helyzet, és láttuk már Snacks-et megvadulni ilyen 1v4-ekben. Most is valami nagyot kellene alkotnia, de igazából túl sok esélye nincsen, így meg aztán pláne megérkezik Chris J, és átkötőből gyakorlatilag eldurantja Snacks-et. 14-12 jön fel, lassan, de biztosan a Mahúz. Lehet, hogy egyáltalán nem lesz olyan egyszerű ez a mérkőzés a Virtus Pro számára, ugyanis pénzük nincsen túl sok. És rakott bomba ide vagy oda, nagyon jól jön, de csak $2,700 kap a csapat, és láthatóan nem lesz pénzük arra, hogy vásároljanak. Kell egy ekokör pisztolyokkal, így van, már veszik is a P250-t és a Desert Eagle-t. A VPR Desert Eagle-t nem veszik, én csak azt mondtam, de egyre nem látom a kezekben. Nagyon valós gazdaságos P250, ellenkör. Igen, és szépen, de végül azért meg lehet jó pár füst és gránát a három kevó mellé, de a következő körben így akár még VP is lehet. Mihu, ha lerakták a bombát, akkor biztos lenne VP. Így most elég kérdéses, attól függ, mit volna preferálni a VP-t Pasa kezében, vagy pedig inkább a több szettet, a gránátokat és a molókat. És egy A-körnek néz ki egyelőre, letartnak a VP-sek, hát ha ki tud, ugye a Mahúz szépen tartják, és a Mahúz nem könnyíti meg a VP dolgát, nem akarják odaadni ezt a labdát. Abszolút nem. Mind a két csapat nincs nagyon masszívan oda teszi magát, és azt kell, hogy mondja, bárki is viszi el egyébként a trófeát, abszolút le a kalappal, ugyanis nagyon-nagyon parázs mérkőzést varázsoltak ide elénk. Most repülnek be a füstökért, és merre megy a buli, Oscar nyit egy hatalmas killel, ugyanúgy ez a kinti klasszik füstös kör. Mert le a bomba. Innentől kezdve az égét a világon semmit nem lát Oscar, most lassan nézd, merre megy a bomba. Ó, gyönyörű volt Neótól, egyet el tud csípni pont az AVP-st, és a bomba régen bent van, de ott van Snacks. Nagyon kritikus kill, még a füst takarásában gyakorlatilag el tud csípni egy embert, és mind a három játékos ott van kint, és tudják. Egyelőre nem tudják. Nem várják, és most jönnek rá, úristen, ez nem itt van! Jézusom, mekkora játék! Snacks! Még egy kill beesik most, tudja meg Sunny is gyakorlatilag, hogy mizúság, de Snacks-el még foglalkozni kell.
ott van még Snacks! Ez fős! Most szalad be. És Mihu várja, ez Jayden nem nagyon tud vele mit kezdeni. Biali, hogy nem kéne meghalnia. Ne. És ez valami eléggé kellemetlen helyzetet jelent Snacksnek, aki hamarosan konstatálja, hogy ez a hajó elúszott, pedig Askai mondjam, le a kalappal. Én már kalappal. Ez sem rossz felirat egyébként. Legyen kreatívabbak egyébként ezek a papírok. Nagyon fú, jó. De jó kör volt. De nagy kár egyébként, hogy így ez el lett rontva, úgymond el lett rontva a vége. Nagyon megjátszotta a VP-t, de nem tudták előni egyszerűen. Nem volt mindenki kevó, nagy volt az aim punch, amikor meglőtték a testüket, lábukat, karjukat. Nem tudták kontrollálni a CC-t, az egyéb pisztolyokat. De ez egy echo kör volt, Kuli, és majdnem meg volt. Brilliant. Nagyon kicsi múlott, óriási észjáték a VP-től, és gyönyörű szép lövések a Bowstól. Snacks egyéni játéka is egyébként a lerakó nagyban hozzájárult ehhez, hogyha ő ott nem éli túl, nincs az az Isten, hogy el tudta volna adni, hogy kint van a bomba. Közben jön az AVP, Pasa, hamarosan megkapja az arcába a H-t, viszont egyáltalán nem sebezte, úgyhogy tévedtem. Az nem sokon múlt. Kezdek kicsit, amúgy szerintem nagyon demotiválhatta a VP-t az a kör, mert kezdek, mint egy kicsit összeszakadnának egyébként. Ez szerintem ez pont, hogy pozitív, tehát tényleg ilyen fantasztikus kört varázsolni egy ennyire lehetetlen vásárlással. De már a zsebükbe volt, már ott lehetett érezni, hogy láttuk már rosszabbat is. Csusszant be abba a zsebbe bizony. Szerintem pont, hogy ennek örülnek. Ennek örültek, hogy ez ilyen frankón alakult. Nincsen több gránátjuk. Két flash. Az még talán elég is lehet, Sunny az nagyon-nagyon elő van. Az a probléma, hogy a közép teljesen át van adva, és itt hamarosan indul a buli hatosról, és erről szerintem nagyon is jól tud. Sticko is, Chris Jane itt egy killel, és úgy néz ki Stickónak, és beadja a következőt. Kettős ember hátrányban a VP. El van ejtve a bomba. Sticko tökéletesen rálát, tudják, hogy itt van a sorba. Jézusom, milyen fejes szór le. Ott van Sunny, neki is megvan egy Snacks. Snacks, akinek ez egy nagyon-nagyon kemény dió lesz ismételten. Megvan egy. Lehet-e vajon haladni tovább? Középen egyelőre ember nincs, és úgy három néz ki, hogy a perc. Srácok azok. És figyelj, most rá fognak futni, nem lesz pénz, hogyha megölik, nem lesz pénz. Futtak rá azonnal. Megvan ő is. Megölni. Fú, de fontos. Ez valami pénz. Félelmetesen fontos volt, hogy így meg tudta menteni azt a fegyvert. Jön az időkérés a VP-től, kedves nézőink, nincsen pénze a Virtus Pro csapatának. Gyönyörű szép lövések a Maus-tól. Stux-nak van AK-ja, többének $3000 összesen, fejenként. Nem jó, nagyon azt nem jól áll a VP. Jó meccset nézünk már. Honnan jött vissza a Maus, Kuli? Honnan jött vissza? 14-10-ről? Éppen, hogy bukják a köröket, a VP-sek nem tudják befejezni a meccset egyszerűen. Nem bírják befejezni. Mi lesz a döntés? Veszünk? Nem veszünk? Döntetlenre megyünk? Nagyon durva. Nem lennék a helyikben egyébként. Ez a legnehezebb döntés. Ez a pálya, ez egyértelműen Oscar pályája volt. Mindig is azzal az AVP-vel félelmetes, hogy miket tud művelni. De ott van mellette még Chris J, ugye a másik. Másik jelölt, ők ketten gyakorlatilag csak nem 30 reget kapartak össze ebben a 28 körben. Megjött a döntés közben. Úgyhogy yeah. Indul a mandula. Echo. Megszületik az ampóz és spórolás. Spórolós kör. Igen, Snacksnél ott vannak a gránátok, ott van a Kevlar, illetve az a bizonyos AK, és hát úgy néz ki, hogy a kezdeti spóroláshoz képest mégis az utolsó pillanatban rávertek a Kevlarra. A társak is, illetve a CZ-kre is, lehet, hogy egy nagyon-nagyon pörgős benti kört fogunk látni, talán olyan még nem volt. És a VP szurkolók elfogytak az arénában, megszeppentek. Neo mindent tud, nagyon távolról védekeznek, de hát dupla VP-vel ez teljesen logikus, különösen, hogy nem lehet, egyáltalán nem biztos, hogy spórolnak-e, vagy fegyveres kör van-e. Ez jó lehet egyébként. Kinéznek. A VP-nek. Egy ember van itt, Robs van csak itt. Iszonyatos csendes a pálya minden szeglete, és igazából a Mouse most tudom meg a támadás ebben a pillanatban. Nagyon-nagyon passzívan játssza meg a dolgot, nincsen semmi Oscar. Info. Robs azonnal átzár. Másik oldalra is ott vannak a többiek, jó a Molotov. Bomba lekerül, kell ez, mint egy falat kenyér. Szépen passzívan letartanak, Robszék. Hozható, abszolút. Ne akarjanak nagyon előre tolni. Semmit sem, de Snacksnél van az egyetlen fegyver. Ez nincs lehet kerülő, egy nagy probléma. A CD-nél nincsen kerülő ember. Az, egy helyről jönnek. Az érdekes lesz CZ-kkel.
Most jön egy flashback, nagyon jó tempóban megvan egy. Oda-vissza lő mindenki, mindenkit. Három kill beesik a Mauz részéről, ott a negyedik. Leon maradt egyedül, teljesen ki van füstölve, és hamarosan pofán lesz lőve Oszkár által. Ahogy kidugta a kis testét a füstből, egyből megkapta. És úgy néz ki, hogy lassan, de biztosan van Mauz. Mauz befuthat, 15-14-re átveszik a vezetést, és már csak egyetlen egy kör választja el őket attól, hogy ők legyenek a bajnokok. És egy fullos fegyveres kör a végén. Valamit muszáj innét kiizzadnia. Fullos fegyveres kör. Úgy, hogy a Mauz Sport zsinórba 5 kört hozott, zsinórba 5 kört kuli. A nagy számok törvény alapján akár most ezt el is bukhatnák egyébként. A Virtus.pro-nak nagyon meg kell gondolni, hogy mit csinálnak. És a Mauz Sportnak viszont nagyon higgadtan kell játszani ezt a kört. Nem szabad semmilyen butaságba belenézni ők, mondjuk Pasának a VP-jébe, ami kerülőt néz egyébként. De most Chris J vagy Stikó, mint az előző körbe kitolnák, nagyon szomorúan nézhetnék, hogy a társaik küzdenek ember hátrányban a Virtus Pro ellen. Stikót el kell csípni a Pasának. Ez az, az egy jó flash volt. Az nem rossz. Az egy jó info. Tudják, hogy a VP az ott van valahol hatos körül, legalábbis az egyik. És a bomba... Bár mondjuk ez túl nagy újdonsággal nem bír. A bomba egyelőre várakozóban, létre szobánál egyébként. Fú, de izgalmas a mérkőzés. Hihetetlen. Virtusnak le kell hozni ezt a kört, különben kalapkabát lehet szépen pakolni. Nagyon-nagyon lassan játsszák meg. Szépen, higgadtan kiesnek a füstök, hamarosan indul a négyes. Sunny megint nagyon erős pozícióban, de egyelőre nincsen kontakt. Simán beáll a füst mögé. Küzdjék, kezdi a fegelét, meg neki Mihu. Gyönyörű játék! Szerintem megvan Bajali! Gyönyörű játék! Kettős ember előny már is megvan, viszont Snacks meg itt van! Bent el tudja csípni Robsot. És bent és azonnal átforog a bomba is. Jön és jönnek is be a bombával. Jöttem későn, de érkezni fog még ide Pasa Biceps is. Lement a bomba, és Pasa tartja hátba VP-vel. Mauz egy helyről jön fújt, a Snacks lenull az egy ember. Chris J tényleg most a 21 HP-n, 3-3, overtime-en játszik a Virtus Pro, kedves nézőink! Snacks mit tud csinálni? Nagyon fontos helyen van, nagyon fontos felege lehet a szóval. Ott volt pedig az árnyék, nem tudott idő belőni, 2v3, nincsen Molo volt, VP-nél nincs diffuse egyelőre, Pasa kijön, és itt a vége! A Mauz beszedi! Jézusom! És a Mauz megnyeri a V4 Future Sports Festival itt Budapesten! Óriási visszajövetel a Virtus Pro ellen! Eszem megáll! Gyönyörű játék! Gyönyörű játékot láthattunk! Én azt kell, hogy mondjam, hogy rég láttam ennyire izgalmas összecsapást. És megmondom őszintén, szerintem már az elejétől fogva senki nem számított arra, hogy ennyire fantasztikusan fog teljesíteni a VP. És halljátok a közönséget, maximális tisztelet és elismerés a lengyeleknek. Tehát ma most a Mauz volt a jobb csapat. De csak egy minimális, tehát épp olyan egy picivel. Egy hangyalábnyival tényleg. Ott a készfogás, és tényleg a legnagyobb tengermély tisztelet ennek a két csapatnak, ugyanis egy fantasztikus showt varázsoltak ide az arénába. Csodálatos. Én megmondom őszintén, nagyon hittem benne. Én nagyon hittem benne. És hát láthatjuk, a fanok is elhitték, és már azonnal... Kapásból indul a díjátadás. Úgyhogy nézzük végig. És még egyszer nagy gratuláció a Mauznak. Hú, kedves nézőink! Azt kell, hogy mondjam, valóban szép volt, fiúk. Maximálisan megérdemelt. Hozták a szépen a csapatot. The V4 Champions, a Mauz Sports!
Okay, Chris, I just want to grab a few quick words. You like making it tight, these finals, don't you? Yeah, I don't know. It felt really hard to gain control this game. I mean, first map went okay, but second map, obviously, they totally destroyed us. And third map, it was multiple points where it felt like, okay, they're going to start winning now because they won eco rounds. They won other important rounds. So, yeah, it was really, really hard. What's it like coping with all this pressure then? How do these boys stack up in the grand final for you? Well, they're coping with the pressure really well. I think I'm the only one who gets like really tilted and rages at... Chris J, tilted? No way! Yeah, it happens, you know, and it happens often in important games, but my teammates are doing really well, so I'm happy about that. All right, good stuff. Does anyone fancy picking up 40 kilos right now? No, I'm being told no. Yeah, right, okay. All right. Ladies and gentlemen, one more time for your champions of the V4 Future Sports Festival, Mousesports! Mouse Sports a V4 Future Sports Festival bajnoka. Hát hű volt, méltó volt ez a mérkőzés az egész V4-hez. A legjobb mérkőzés legjobb volt. Láttuk, ilyen. Hát nem gyáló volt a döntő. Igen. Két tényleg abszolút jó csapat, és VP hál' Istennek azt a formáját hozta, ami nyerni akart, majdnem nyert, de aztán mégis valahogy nem sikerült befejezni, nem sikerült felregni az írá pontot. Volt ott egy nagyon fontos kör, egy pisztolykör, egy terelős, hogyha így beleugrunk a végébe. Hihetetlen körök volt. Ahol, igen, de tényleg. Mihu lehozhatta volna a lantanét rajta. Hát igen, igazából egyébként Mihu abszolút jó teljesítmény, nagyon sokáig. Aztán volt egy olyan, tehát egy nagyon fontos frag. Nem volt mondjuk kevója, tehát nem volt rajta páncél, amint meglőtték, eltalálták őt az AK-47-essel, egyből rázottak össze-vissza a célkereszt, szóval onnantól kezdve nem volt esélye. Plusz azért futott egy ember háttal, ezt akik mi chase-ünk, azt tudjuk, hogy azért egy hátrafele futó ember az elég nehéz, vagyis hát arccal, háttal, vagyis egy arccal van nekünk, na, szóval én. Háttal van nekünk, és fut előre, az elég nehéz nekünk, hogy lelőjük őket. Itt látjuk is a highlightokat egyébként így gyorsan az utolsó mapról trénről. Hú, ilyen Chris J is nagyon szép kerüléseket mutatott be. Úgyhogy van egy új meta, egy VP, 4 pisztoly. Ezt megcsinálta mind a két csapat. Igen. Megcsinálta a Virtus.pro. Egy AVP, 4 pisztoly. Pasa bemondta, hogy ő elviszi az AVP-t, mindenki más pisztolyjal. Igen, mert itt olyan kaliberű játékosok vannak, mint azért Oscar, aki egy VP-vel megfordítja az egész meccset. És Pasa, az a kör döntött el minden. Az a megnyerhette volna a Virtus.pro, a LAN-t, és ott volt az a Mihu miss. Igen, arról is beszélünk egy kicsit. Ugye az volt, hogy a kinti lerakót támadták meg, ilyen ekokörben, szedtek egy csomó embert, és közben a bentire rakták a bombát, és egy csomó ideig elhitették az ellenféllel, hogy kint lesz a plant, nagyon lassan tudtak bemozogni. Ez meg egy dupla terelés volt, amikor Pasa hátba lőtte ezt a két embert, eközben ugye Robs egy HP-val került a másik oldalra a CT-ket, úgyhogy fantasztikus, mik történtek itt. És én Mihu tényleg nagyon jól játszott. Egy frag hiányzott igazából tőle szerintem a LAN győzelemhez. Hát igen, ezt nem nagyon lehet úgy ráhúzni igazából. Ez egy olyan frag volt, amit lehet, hogy 10-ből 8-szor lelő. Egyszer mondjuk nem találja elő és visszafut, és ez az egy szenárió eset, amikor nem lövi le és őt lövik le. De elképesztően izgalmas döntőt láttunk. Én nem erre számítottam, az igazság. De amikor már jött a harmadik map, akkor azt gondoltam, hogy na, ez jó lesz. Hát és tényleg. Chris J és Oscar. Chris J 30, Oscar 28. De ők azért tényleg meg akarták nyerni ezt a versenyt, és amúgy nekik is kellett úgy megmutatni ennek a úgymond fiatalabb összetételű csapatnak, hogy is kell egy döntőbe játszani. Hát így kell egy döntőbe játszani. Mind a ketten ugye top frag, és tényleg abszolút nagyon jó. Még egy gyors MVP-t mondjuk. Én Oscar-t mondom. Oscar-ra kiegyezek. Hát ekkora egyetértésben ér véget akkor a V4 Future Sports Festival. Hát gratulálunk a Mouser Sportsnak, gratulálunk Oscarnak, és nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok. Külön köszönöm Hocónak és Kodiáknak, kommentátortársainknak, és valóban mindenkinek, aki miatt létrejöhetett ez a V4 Future Sports Festival. Egyet mondatok, reméljük a Mouser Sports megvédi majd a címét ugyanezen a LAN-on, ha lesz még ilyen.
Úgyhogy nektek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok itt több napon át. Sziasztok!